fejlesztés a kórházban. Magyarországon elsőként Miskolcon adtak át mesterséges intelligenciájú CT készüléket. Együttműködés. Közösen támogatná a sportolók tanulmányait a Miskolci Egyetem és a DVTK. Véradók napja. Olyan donort is díjaztak, aki már 140 alkalommal nyújtotta karját, hogy segítsen. Jó estét kívánok! 2020. december 9-én, szerdán 18 óra van. Kezdődik a híradó, jönnek a részletek. Magyarországon elsőként Miskolcon adtak át mesterséges intelligenciájú CT készüléket a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórházban. Az eszköz alacsony sugárterhelés mellett gyorsan és kiváló minőségű képet készít, és az orvos munkáját is egyedülállóan segíti az eltérések felismerésében. A csúcsminőségű gépet 600 millió forint önerőből vásárolta a kórház. Magyarország legkorszerűbb CT berendezésén vizsgálhatják ezentúl a betegeket a megyei központi kórház radiológiai és diagnosztikai centrumában. Ez a készülék, ez már 1 millisievert alatt tud vizsgálatokat végezni. A telepítő cég vezetője azt mondta, a gép már mesterséges intelligenciával rendelkezik, de orvosra továbbra is szükség van a diagnózis megállapításához. Az új CT-vel mindenkinek könnyebb lesz a munkája, és a betegeket is kevesebb terhelés éri. A beteg, az orvos és az asszisztens egyaránt gyarapodik ezzel a CT-vel, a legjobbat kapja, akárcsak a komfortról, akárcsak a betegbiztonságról beszélünk, vagy akárcsak a diagnózis bizonyosságáról. Ezzel a berendezéssel az összes bonyolult eset, a legnehezebb állapotban levő beteg is nagyon könnyen megvizsgálható, a gyorsaságának és a teljesítményének köszönhetően. Révész János szerint az egészségügyi intézménye a világjárvány ideje alatt is törekszik a fejlesztésekre. A főigazgató kiemelte a nővérszálló és a felnőtt pszichiátria felújítását, illetve a 600 millió forint önerőből beszerzett felső kategóriás CT készülék beszerzését is. 10 napon belül 2 átadásra kerül majd sor, az egyik a mostani CT készüléknek az átadása. Ugye ennek a CT készüléknek a helyén jelenleg 12 éves korú CT készülék működött korábban, ami igazából megérett már a cserére. A főigazgató hozzátette, a kórház célja, hogy lerövidítse a diagnosztikus vizsgálatok várakozási idejét, kiemelten az alapradiológiai vizsgálatokét. Az elmúlt időszakban az új CT-n kívül 6 ultrahangkészüléket és 3 röntgent vásároltak. Ez azért fontos nekünk, polgároknak, miskolci polgároknak, hiszen az ellátás ezáltal sokkal jobbá, hatékonyabbá és pontosabbá, gyorsabbá válik. Én azt gondolom, hogy pont az ilyen nehéz időkben kell arra gondolni majd, hogy ha véget ér a járvány, akkor hogyan tudunk tovább haladni, és ebben ez a mérföldkő most egy meghatározó pont. Veres Pál polgármester az eseményen megköszönte az egészségügyben dolgozók helytállását és kitartását. Már lehet jelentkezni a koronavírus elleni oltásra a vakcinainfo.gov.hu oldalon. A regisztráció egy igényfelmérés, azért, hogy meg tudják becsülni, hányan szeretnék beoltatni magukat. A jelentkezéskor a nevet, lakcímet, életkort, tajszámot és a kapcsolattartáshoz szükséges elérhetőségeket kell megadni. A Népszava viszont készített egy közvéleménykutatást, amiből az derült ki, hogy a magyarok mindössze 20-36%-a oltatná be magát. A hazai döntéshozók szerint azonban a járványgörbét leginkább az oltással lehet letörni, és a vakcina nélkül csak átmeneti időre lehet feloldani a korlátozásokat. Az országos tisztifőorvos szerint Magyarországon az oltás csak a hatóságok által engedélyezett biztonságos vakcinával kezdődhet. Az oltakozás majdan nem a regisztráció sorrendjében fog történni, hanem nyilvánvalóan az oltási terv szerint. Tudjuk azt, hogy elsőbséget fognak élvezni például az egészségügyi dolgozók, védekezésben résztvevők, krónikus betegek, tehát egy adott oltási terv szerint fogunk haladni. Csütörtöktől folyósítják a megemelt összegű salkaházi támogatást. Az összeg idén a korábbi 10 helyett 11 ezer forintra emelkedett. A pénzt karácsonyig minden nyugdíjas megkapja, aki korábban az önkormányzatnál megigényelte. Aki ezt elmulasztotta, évvégéig még pótolhatja.
Nagy sikert aratott tavaly a Salkaházi program karácsonyi koncertje. A korábbi években több rendezvényt is szerveztek a nyugdíjasoknak, ezeket a járványhelyzet miatt idén nem tudták megtartani. Tavaly egyébként több mint 34 ezer embernek folyósították a támogatást, eddig 32 ezer kérelem érkezett az önkormányzathoz. Jó dolog, mert ilyenkor a bevásárláshoz jó az a kis 10 ezer forint, pláne a kis nyugdíjasoknak. A Salkaházi Plusz programra azok pályázhatnak, akik nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, illetve akik évvégéig betöltik a 60. életévüket, miskolci lakóhelyen rendelkeznek és jövedelmük összege nem haladja meg a havi 285 ezer forintot. Nehezen indult ez az év. Tehát azt hittük, hogy megszűnik. Idén a járvány miatti védekezés több 100 millió forintos plusz kiadást, a kormányzati elvonások pedig hasonló nagyságrendű bevételkiesést jelentettek eddig a város költségvetésének. Az önkormányzat azonban úgy döntött, továbbra is támogatja a városban élő időseket, és 10%-kal megemelte a korábbi összeget. A város vezetése nagy-nagy erőfeszítések árán kigazdálkodta az önkormányzat költségvetéséből ennek a juttatásnak a kifizetését, hiszen mindenki tudja, hogy súlyos a gazdasági helyzet, illetve elvonások is terhelik az önkormányzati szektort. Azok sincsenek elkésve, akik még nem adták be a támogatási kérelmüket. Ezt évvégéig személyesen vagy online még megtehetik. A korábban igényelt támogatásokat december közepéig mindenki megkapja. Veszélyhelyzeti rendeletekkel csökkenteni a családok terheit a kormány azért, hogy a koronavírus miatt senki ne essen el a támogatások lehetőségétől, közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter szerdán a Facebook oldalán. Novák Katalin elmondta, meghosszabbítják a lejáró határidőket és kitolják az életkori határokat a veszélyhelyzet lejártát követő 30. napig. Ez azt jelenti, hogy azoknál a támogatásoknál, amelyeknél fix határidőben az igénylésre, március 10-ig lehet az igényléseket, kérelmeket, igazolásokat benyújtani. A már meglévő 108 mellé további 66 új testkamerát szerzett be a MÁV. Az eddigieken túl új helyszíneken is működnek majd az eszközök, a többi közt Miskolcon is. A tapasztalatok szerint a jegyvizsgálók bántalmazásának megelőzésében hatékony eszköz a testkamera alkalmazása. Az utóbbi években a vasúttársaság intézkedéseinek köszönhetően 123-ról 62-re csökkent a súlyos konfliktusok száma a vonatokon. Miskolcon mostantól 18 testkamerás kalauz dolgozhat majd. Nagyjából ismerik a jegyvizsgálók például Miskolc térségében azokat az utasokat, vagy felismerik, akik eddig nem voltak együttműködőek, akikkel eddig rendszeresen gond volt. És ezek az utasok attól, hogy látják, hogy ott a testkamera, illetve egy kis támlácska is jelzi, hogy a kamera hangot és képet rögzít, attól már együttműködővé válnak. A donorokat és a véradások szervezőit is díjazta a Vöröskereszt Miskolcon. A véradók szerepére a november 27-i világnapon szokták felhívni a figyelmet, a járványhelyzet miatt viszont idén erre is csak később kerülhetett sor. Elismerték a többi közt a megyében működő véradó barát munkahelyet, és olyan donort is díjaztak, aki már 140 alkalommal adott vért. Az egészséges vér az életmentésben és a betegek gyógyításában is nélkülözhetetlen. Magyarországon naponta átlagosan több mint 1600 donorra van szükség a biztonságos ellátáshoz. Szloboda László 140 alkalommal nyújtott a karját. László már hosszú évek óta donor. Kitartását és segítő szándékát a Magyar Vöröskereszt a véradóknak adható legrangosabb elismerése, a Provita díjjal jutalmazta. 18 éves koromban kezdtem el a véradást a munkahelyemen, ilyen szocialista versenymozgalom és brigád keretébe. Hát aztán a katonaságnál a két nap jutalomszabadság miatt, és utána már kedvet kaptam, tehát a segítőkészség miatt kezdtem el rendszeresen vért adni. A megyeháza dísztermében nem csak a legtöbbször segítséget nyújtó véradó tevékenységét ismerték el, hanem átadták a véradó barát munkahelydíjat is, amit idén az egyik energiaitalgyártó cég érdemelt ki. Van olyan kollégánk, aki saját pihenőnapján csak azért jön be, hogy vért adjon, így másokon segíthessen. A Magyar Vöröskereszttel karöltve, évi 3-4 alkalommal szervezünk véradást,
és bízunk benne, hogy a következő években is ilyen sikeresek lesznek ezek a véradások. A Vöröskereszt egyik célja, hogy a lakosságnak az 5%-a rendszeres véradóvá váljon. Ez évente 25 ezer egységbért jelent. Az idei évben ezt biztosan nem fogjuk elérni, hiszen a márciusi időszaktól szigorúbb szabályokat kell követnünk a véradók biztonsága és a vérellátásban dolgozók biztonságának az érdekében, de az a jellemző, hogy márciustól azok a rendszeres és sokszoros véradók, akiket megszólítottunk, ők megértették azt, hogy ebben a járványügyi helyzetben is nagy szükség van a véradásra. Vért minden egészséges 18 és 65 év közötti ember adhat. A nők évente háromszor, a férfiak pedig ötször segíthetnek így. Egyetlen donor egy véradással akár három ember életét is megmentheti. Együttműködési megállapodást kötött a Miskolci Egyetem és a DVTK. Az összefogás célja, amellett, hogy segítsék a sportolók diplomához jutását, hogy bővítsék a kutatásfejlesztési tevékenységüket, valamint közös sporteseményeket is terveznek majd. Az egyetem rektora reméli, hogy már tavasszal rendezhetnek közös programot a sportklubbal. Együtt többet tehetünk az egyetemért, a városért és a sportéletért. Közös munkába kezd a Miskolci Egyetem és a DVTK. A két fél a kutatásfejlesztésben és az oktatásban segíti majd egymás munkáját, de közös sporteseményeket is terveznek majd. Ugyanúgy fontos a duális képzés, hiszen vannak olyan területek, ahol hallgatóink gyakorlatot tudnak majd elvégezni, illetve akár az egészségtudományi karképzéseit nézve a sportegészségügy kapcsán akár közös kutatásfejlesztési tevékenységet is tudunk végezni a Diósgyőrrel. Edzenek a DVTK női kosárlabda játékosai. A megállapodás értelmében mostantól a Miskolci Egyetemen induló képzési programokkal kiemelten segítik a sportolók diplomához jutását is. Ugye sportoló számára egy nagyobb életciklus lefedő életpályamodell kialakítása ugyanannyira fontos, és én úgy gondolom, hogy tekintettel arra, hogy a DVTK egy észak-magyarországi szereplő, kézenfekvő volt, hogy ezekben a témákban a Miskolci Egyetemnek a segítségét kérjük. Az egyetem rektora azt reméli, hogy már tavasszal sikerül olyan rendezvényt szervezni, ahol a DVTK és a Miskolci Egyetem együtt jelenik meg. Geri Gergely lett a DVTK labdarúgó csapatának új vezetőedzője, miután a klubvezetés kedden leváltotta Feckó Tamást. Geri Gergely a szlovák élvonal 7. helyén álló Nyitra kispadjáról távozott. Labdarúgóként és edzőként is többször járt már Diósgyőrben ellenfélként. Az új edző vasárnap mutatkozik be először a Diósgyőr MTK elleni idegenbeli találkozóján. A DVTK labdarúgó csapatának sorozatos rossz eredményei miatt a Ferencváros elleni hazai pályán elszenvedett vereség után a klub leváltotta Feckó Tamás vezetőedzőt. Őt váltotta a korábban a szlovák első osztályban szereplő Nyitra csapatát irányító edző. Az előző klubjával jól szerepelt, saját kérésére távozott onnan a múlt hét végén és érkezett Diósgyőrbe. Szerintem, akit megszólít a DVTK-t, ez az óriási dolog számomra, és örülök, hogy itt lehetek, hogy megkaptam a bizalmat, úgyhogy ebből nem volt kérés. A motiváció, hát mindenképpen szeretnék bizonyítani, és ambiciózus edzőnek tartom magam, úgyhogy motiváltnak érzem magam. Mindenki sikeres szeretlen, de minden edző azon dolgozik, hogy sikeres legyen a csapatával, én sem vagyok más, úgyhogy ez hajt, sikeresek legyünk. Az új vezetőedző meg is tartotta első edzését a klubnál. A játékosok pozitív benyomást keltettek benne. Mint mondta, mindenkin azt látta, bizonyítani akar. Azt szerintem mondani, hogy pozitív volt, hogy láttam, mindenki bizonyítani akart. Jól mozottak a srácok, ha bár megleptőket lehet a szituáció, de ez pozitív volt. Fennben megvannak a gondolatok, hogy mivel fogunk foglalkozni, most azt nem árulnám el, úgyhogy de tudom, hogy megvannak a gondolatok, megvan a terv, hogy mit szeretnék ezzel a csapattal. Geri Gergely vasárnap délután mutatkozik be a Diósgyőr kispadján az MTK elleni idegenbeli találkozón Budapesten. Ködös reggelek, kevés napsütés jön a folytatásban. Az időjárásról további részleteket a híradó után hallhatnak. Friss hírekkel pedig csütörtökön jelentkezünk legközelebb. Addig látogassanak el honlapunkra. Riportjainkat újra nézhetik a minap.hu-n, és kövessék Facebook oldalunkat is, ahol további friss Miskolci információkat találhatnak. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó tévézést kívánok. Viszontlátásra!